Albert pályafutása alatt mindvégig a Ferencváros játékosa volt. Karrierjét bajnoki címek és a magyar válogatottal elért sikerek sorozata kísérte. Háromszor volt gólkirály, és négyszer ünnepelhetett bajnoki címet. A magyar nemzeti csapatban 75 alkalommal szerepelt és 31 gólt szerzett. Tagja volt az 1960-as olimpián bronzérmes együttesnek és az 1964-es Európa-bajnokságon harmadik helyezést elért nemzeti csapatnak is. Két világbajnokságon vett részt, 1962-ben és 1966-ban, amikor a magyar csapat Liverpoolban a Pelével fémjelzett brazil válogatott felett aratott bravúros győzelmet. Albert 80 néven kiállítás nyílt a Grupama Arénában, amely a Ferencvárosi Tornaklub legendás játékosának, Albert Flóriánnak állít emléket. A 10 éve elhunyt aranylabdás játékos szeptember 15-én ünnepelte volna 80. születésnapját. Megmondom úgy, ahogy van. Hányszor hallottuk ezt a mondatot? Megmondom úgy, ahogy van. Ezt a luxust nagyon kevesen engedhetik meg maguknak, mert ez az őszinteség luxusa. Csak olyan emberek engedhetik meg maguknak ezt a luxust, akik tudásban, életvitelben, meg hitükben nagyon stabil emberek. Az az igazság, ez az őszinteség labdarúgó pályafutáson túl ezt kovácsolta egybe a Fradit. Mert az őszinteség az mindig a családi beszélgetések, a barátságoknak az alapja. Fantasztikus értékeket képviselt, olyanokat például, mint a hűség. Nehéz a mai futballban már elmagyarázni, de egy asszony mellett élte le az életét. Egy csapatban, egy futballcsapatban játszott, Egy országban élte végig az életét. Pedig azért aranylabdásként, amikor mondjuk a brazil válogatottal ment el edzőtáborozni, akkor biztos lett volna egy-két ajánlat Európából, hogy esetleg egy másik repülőgépre üljön föl. Ez a legőszintébb kiállítás, ami létezett. Azért a legőszintébb kiállítás, mert csak Albert Flórián idézetekből áll. Példaként álljon mindenki számára, hogy hogy lehet leélni egy életet, hogy önök mutassák meg a gyerekeiknek, az unokáiknak, hogy bármi lehetséges a futballban, hogyha te nagyon akarod. Isten őrizze meg Flóri bácsi emlékét, Isten áldja meg a Ferencvárost, ezennel a kiállítást megnyitom. A kiállítás legnépszerűbb darabja természetesen az aranylabda. Azt gondolom, hogy ez az a tárgy, amit semmiképpen nem lehet megkerülni, tehát Albert Flóriánról és Albert Flórián hagyatékáról, a ferencvárosi múltról van szó, akkor ez az a tárgy, ami megkerülhetetlen. Nagyon-nagyon sok csoport, fiatal gyerekek, iskolások jönnek be hozzánk a Fradi Múzeumba, általában ott látható az aranylabda, viszont én mindig azt szoktam mondani a fiatal srácoknak, akik kicsit azt érzem, hogy a múlt iránt nem feltétlenül olyan ütemben fogékonyak, ahogy mi azt szeretnénk, mindig azt szoktam nekik mondani, hogy ezt úgy nézzétek meg ezt az aranylabdát, hogy ami ma Messi és ma Ronaldo, 1967-ben az volt Albert Flórián, tehát volt egy magyar srác, aki meghúzott a világot és a Ferencvárossal páratlan sikereket ért el. A mintegy 30 alkalommal megrendezett kiállítás új külsőt és interaktív elemeket kapott, hogy a fiatalság számára is vonzóbbá váljon. Annyit kell tudni elő a kiállítás, hogy ez bármilyen formába létre lehet hozni, tehát ez lehet gömb alakban, lehet háromszögben, négyzetben, bármibe. Tehát, hogy tényleg egy bármilyen téren föl lehet állítani, és örülök annak, hogy a édesapám idézetei vannak benne, amit az ő szájából anno a Kislaci könyve átírt. Tehát, hogy biztos, hogy szeretném, hogyha nagyon-nagyon sok utánpótlás egyesület kijönne, tehát az edzők a gyerekekkel, és egy olyan életpályát látnának, ami azt mondom, hogy követendő példa lehet. Tehát, hogy bárki elindulhat egy kis városból, kis faluból, mint Hercegszántó, és elérhet a világ tetejére. A kiállítás része volt, hogy átadták ezt a festményt. Hogy tetszik a mű? Nagyon-nagyon, de meg is lepődtem, mert pont amikor idejöttem, igaz, hogy én már láttam fotóformájában, élőben, nem élőben, én most láttam először, de pont amikor jöttem a nagyobbik gyerekemmel, azt mondom, hogy nézd meg, azt, hogy rólad készült ez a kép, tehát, hogy nagyon-nagyon hasonlít a nagypapájára. Az a baj, nagyon-nagyon hamar elment, és én pont azt mondtam, hogy olyan jó lenne, hogyha ő itt lenne közöttünk. De valószínűleg nem lenne kiállítás, de lehet, hogy már akkor is lenne, mivel hogy már 80 éves lenne most, és biztos, hogy szerettünk volna, már akkor van, mivel kedveskedni édesapánknak, hogy rakjuk már össze, amit van otthon, mutassuk meg a többieknek, de jó lett volna, hogyha ő is egy pár szót mondott volna mondjuk ezen a mai napon.
A kiállítás megnyitóján a Ferencváros labdarúgói és a stábja is jelen volt. Yeah, when I came here, read a lot of things about the history of Fradi and Hungary. Amikor idejöttem, sokat olvastam a Fradi történelméről és a magyar labdarúgásról természetesen. Albert egyetlen magyarként érdemelte ki az év európai játékosának járó aranylabdát 1967-ben. Én egy évvel korábban születtem, szóval nem igazán láttam játszani, de tudom, hogy ő a Ferencváros legendája és a magyar futball egyik leghíresebb labdarúgója. Rengeteg relikvia tükrözi Albert nagyságát a kiállításon, amelyet tökéletesen megszervezte. When you see such things from a legend, it's very nice and it's perfect organization here. Az egyik leglátványosabb interaktív elem a császár labdája, amelyben digitalizált felvételeket láthatunk Albert Flóriánról, többek között az 1966-os világbajnokságon lejátszott magyar-brazil rövid összefoglalóját. Az új korok új technológiai megoldásokat követelnek, hiszen ugye a mai fiatalok már nem azok a klasszikus színházba, moziba, múzeumba járó generáció, őket más módon kell megfogni. Ezért is volt a célunk az, hogy rengeteg személyes tárgy és sportrelikvia mellett pedig legyenek interaktív tartalmak. 3-4 interaktív tartalmak készültünk, ezeket most nem lőném le, jöjjenek el a fiatalok és nézzék meg. Ami mellett itt állunk, azt mindenképpen kiemelném, hiszen ez egy aprólékos munka eredménye, hiszen ugye a régi mérkőzések összefoglalóit elég nehézkes fölelni, hogy ebből az időszakból nem nagyon voltak megőrzése kerülő kópiák, de szerencsére egy pár rendkívüli jó mérkőzéssel rendelkezünk, mint például a 66-ból a magyar-brazil, ugye Flóri bácsinak az egyik csúcs játéka a sok közül, és elmondhatom, hogy itt, ahol állunk, ott ugye egy műfűben vagyunk, a labda mindkét oldalán 5-5 labda látható, a számozott labdákra, hogyha rálépünk, megelevenednek legendás mérkőzések, legendás cselek, legendás gólok Flóri bácsi életéből. Megtekinthető az 1960-as magyar-angol is, a 2-0-ra megnyert meccsen Albert duplázott, és ekkor debütált a válogatottban barátja és klubtársa Rákosi Gyula. Ez volt az első válogatottságom, 1960. május 22. És hát rossz poszton játszottam, valahogy megoldottam, Barsz és Dunai volt a bal összekötő. Szokatlan volt, de nagyon nagy szeretettel, mivel meghívtak, hát az ember mindig örül, legalábbis én örültem a válogatottban játszani a Florival, Sándor Csika, a többiekkel. Nekem is sikerült egy gólt rúgni, nem voltam egy gólgyáros, Sabiról eszémén elvette, mondta a Flóri, nem baj, ne buslak, hogy szép volt. Mondom, nem adtam meg a bírót, akkor is szép volt. Mondom, jó van, akkor elfogadom. Szerettem vele játszani, és amire büszke vagyok, a 3 év differenciát, én vagyok az idősebb 3 évvel, azt ő elfogadta, és soha nem úgy veszekedett velem, mert volt, amikor hisztizett. Elfogadta, csak elmondta a véleményét, és kész. Elfogadta tőlem is. Úgyhogy jó haver volt.